Érdeklődő tekintetek a Kalocsai Roma Közösségi Házban. Egy rendhagyó előadásra invitálták a fiatalokat, melyet a Kalocsai Rendőrkapitányság szervezett. A prevenciós előadás témája közt elsősorban a drogfogyasztás és annak veszélyei álltak, de szó esett többek közt a bűnmegelőzésről és a közösségi oldalak veszélyeiről is. Célzottan a Roma Közösségi Házba terveztük, kifejezetten roma származású gyerekeknek, és emiatt összegyűjtöttük az általános iskolákból azokat a fiatalokat, akik esetleg ebbe a korosztályba tartoznak, és talán érintve lehetnek, akár a droggal kapcsolatos cselekményekben, illetve teljesen más bűncselekményekben is. Az előadás nem csak drogprevenciós volt, hanem egyéb más megelőzési praktikákat is adott a gyerekeknek, tehát hogy ne váljanak bűncselekmény elkövetőjévé, illetve ne váljanak bűncselekmény áldozatává. Hiszen a legjobb megoldás a megelőzés. Az előadást Kurdics Mihály nyugalmazott rendőr alezredes tartotta, aki nyugdíjba vonulásáig Kecskeméten teljesített szolgálatot. A gyerekek érdeklődőek voltak, értették, hogy miről van szó, hiszen azért az iskolában erről beszélünk elég gyakran. Én magam is találkoztam már ezekkel a gyerekekkel, hiszen bejárok az összes általános iskolába oktatni, órákat tartani, tehát nem volt ez a dolog ismeretlen számukra. Az előadóval, aki egyébként nyugalmazott rendőr, a Kecskeméti Rendőrkapitányságon teljesített szolgálatot egészen a nyugdíjazásáig, tehát abszolút a témában szakavatott, és én azt gondolom, hogy aki ezt az előadást végighallgatta, mindenki felnőtt gyerek egyaránt okult belőle. Mivel fiatalokról volt szó, így a drog veszélyei mellett a közösségi oldalakban rejlő esetleges visszaélésekről is szó esett. A közösségi oldalakat nem csak a barátok és ismerősök megtalálására használják sokan, hanem bizony kifigyelik azt, hogy ki nincs otthon, ki mennyire van jó anyagi helyzetben, és ezt mennyire mutogatja a közösségi oldalakon. És bizony ezt tudomásul kell vennünk, hogy a bűnözők is nézegetik ezeket az oldalakat. A közeljövőben több hasonló előadást terveznek tartani, elsősorban a kalocsai iskolákban.